Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damir Adályt vagyok. Ez itt a teljes zenegyűjteményemet bemutató videószériának a második darabja. Tartsatok velem! Ha az első részt még nem láttátok, akkor azt ajánlom, hogy nézzétek meg, az fent van a YouTube csatornámon. Abban beszéltem arról, hogy hogy ment nálam a zenegyűjtés annak idején, illetve arról is, hogy miért hagytam abba a zenegyűjtést. És megmutattam egy pár CD-t is. És akkor most folytassuk a sort. Legelőször is Natasha Bedingfield, Pocket Full of Sunshine elnevezésű album, és annak is egyfajta deluxe digipack változata. Egy CD meg egy DVD, plusz itt középen egy ilyen kis füzet, buklet. És a CD-n összesen 18 szám van, amiből az utolsó pár az remixek, a DVD-n pedig összesen 9 szám található, videoklippek, illetve koncertfelvételek. Aztán Natasha Bedingfield, Strip Me Away, ami a Strip Me albumnak egy ilyen másik fajta változata. Egy CD, valamint egy DVD. Hát nincsenek számozva, de a CD-n talán 14 szám lehet, a DVD-n pedig, hát nem itt sincs rendesen feltüntetve, de 6 szám van rajta összesen, valószínűleg koncertfelvételek vagy valami ilyesmi. Aztán James Blunt, Chasing Time, The Bedlam Sessions elnevezésű koncertalbum. Van benne egy CD, valamint egy DVD. A CD az egy írországi koncert, mégpedig ez sincs számozva, de talán 12-3-4 szám lehet rajta. A DVD pedig egy BBC koncert, és azon is nagyjából 10-12 szám lehet. Illetve vannak még rajta videoklippek, meg a videoklippekhez verkfilmek, meg interjú, meg képgaléria. Aztán James Blunt, All the Lost Souls album, kartontokkal. Belül van egy CD, valamint egy DVD. És akkor a CD-n azt hiszem, hogy 10 szám van összesen, és az albumon, valamint a DVD-n pedig van képgaléria, meg dalszövegek, meg kis filmek, interjúk. Az album készítéséről van egy dokumentumfilmféleség, és videoklip is van, meg még ilyesmi. Aztán ugyanennek az albumnak egy másik változata, az All the Lost Souls és Deluxe Editionként van ez elnevezve. CD és DVD. A CD-n van egy-két bónusz szám, tehát azt hiszem 4 bónusz szám van rajta, igen, tehát összesen 14 szám van rajta. A DVD-n pedig vannak koncertfelvételek, meg videoklippek, meg verkfilmek, meg dokumentumfilm, kisfilmek, meg mindenféle dolog James Blunt-tal kapcsolatban. Aztán Bowling for Soup, akik valószínűleg a kedvenc zenekarom egyébként, így az összes létező banda közül valószínűleg ők az első számú kedvenceim egyébként, mert 90-es években kezdték a zenélést, és már nagyon sok albumot kiadtak, és igazából ugyanazt a receptet követik folyamatosan, ugyanolyan zenét játszanak azóta is, de mivel már az a legelején is tetszett nekem, nem változtattak semmin, most is tetszik, és egyik albumra sem tudom azt mondani, hogy rossz lenne. Úgyhogy igen, nagyon is kedvelem az ő zenéjüket. Ez itt a Live and Very Attractive elnevezésű kiadás, ami tartalmaz 2 darab DVD-t, valamint egy CD-t. Azt mondja, hogy a CD az egy koncert, azt itt hirtelen nem írja, hogy ezt hol vették föl, de egy teljes koncert, és aztán a DVD-n ugyanez a koncert van rajta, a második DVD lemezen pedig megint ugyanez a koncert, csak ott audio kommentárral, azaz, hogy nem, videó kommentárral lehet megnézni. Egy klassz kis koncert. Azt hiszem talán Londonból, vagy valahonnan. Aztán Bowling for Soup,
mégpedig a Fishing for Wolves elnevezésű album, ami dedikálva van a négy tag által. És ebbe egy CD van, mégpedig 12 számmal, és ezt közvetlenül a zenekarnak a weblapjáról rendeltem, tehát az ő hivatalos webshopjukból, és egyfajta bundle-ként, tehát nem csak ez a CD volt dedikálva, hanem adtak még hozzá egy kulcstartót is, ami most nincs itt előttem, hanem ez egy másik szobában van, illetve hozzáadták még az albumot bakeliten is. Ezen ugyanúgy rajta van mind a 12 szám, egy bakelit lemez van benne. És hát ez egy szimpla fekete bakelit lemez, tehát semmi olyan különleges. Bakelit lejátszom egyébként nincs és soha nem is volt, úgyhogy ezt az albumot soha nem hallgattam meg bakelitem. És aztán van még hozzá egy mini bakelit lemez, amin összesen két szám van, még pedig ez a Fishing for Wolves bonus tracks. Két szám, tehát mindkét oldalon van egy, és ez is csak egy szimpla fekete bakelit lemez. Aztán a következő, az egyike a nagyon kevés magyar előadóknak, amiket szeretek, mégpedig a Krisztál fúj el a szél című album, és ennek is a, nem tudom, hogy hogy nevezik, de lényegében egy bónusz változat, deluxe változat, CD, valamint DVD. A CD-n 11 szám van, a DVD-n pedig van két videoklip plusz egy, a Fúj el a szél számnak egy karaoke változata, meg egy remix verziója, ami alatt talán azt hiszem egy kép van a képernyőn közben, aztán kész, meg lehet hallgatni a számot. És aztán annyi. Aztán Krisztál trilógia extra, vagyis a trilógia albumnak az extra változata, ami tartalmaz egy CD-t, meg egy DVD-t. A CD-n 14 szám van, a DVD-n pedig egy teljes koncert 19 számmal. Amik között előadják az Evanescence-től a Bring Me To Life-ot is. Feldolgozták azt a számot koncerteken. Aztán a következő, az továbbra is a Krisztálnál maradva, mégpedig a Világok hangjainak a kiadása, ez egy, ugye a negyedik albumuk, azt hiszem ez volt a negyedik albumuk, igen, és ez egy ilyen különleges kiadás, ami tartalmaz egy 3D-s szemüveget itt az albumnak az aljában. Itt van benne a CD, és aztán itt meg képeket lehet megnézni, amik 3D-sek. Tehát, hogy belenézünk 3D szemüvegbe, akkor teljesen jól mutatnak így 3D-ben ezek a mindenféle fotók, amik benne vannak. Kicsit fura a kialakítása így az albumnak, már a toknak, mert nehéz kiszedni innen a lemezt, de maga a 3D az egy érdekesség, klassz kis érdekesség, és ezt egyébként ezért tartottam meg a különlegesség miatt igazából. Mert aztán itt van még egyszer a Világok hangjai, mégpedig ez egy simatokos változat, és ez már a Világok hangjai extra kiadás. CD, meg DVD. A CD-n az eredeti 13 szám mellett még vannak bónusz számok is, tehát ezen összesen 19 szám van, plusz remixek, meg karaoke változatok vannak rajta, meg új szám is van, és aztán a DVD-n pedig van összesen 3 videoklip, plusz ennek a 3 videoklipnek a 3 verkfilmje, tehát összesen 6 dolog van rajta. Aztán a következő az Sophie Alice Baxtertől a Make a Scene című album, aztán ez a negyedik album, 14 szám van rajta, és kartontokkal, ami dedikálva van az énekesnő által. Ha jól emlékszem, akkor ezt is a énekesnőnek a hivatalos weboldaláról rendeltem, és akkor egy CD. Úgyhogy ezt meg ugye persze, hogy a aláírás miatt tartottam meg. Aztán Evanescence, mégpedig a Bring Me To Life című száma, amit ugye már a Krisztál koncertnél már említettem, és ez egy DVD kislemez, egy DVD single, vagyis egy lemez van benne, és az egy DVD CD-tokban. A Bring Me To Life című szám az rajta van a videoklip, meg interjú,
meg vannak rajta akusztikus változatok is, például a My Immortal című számból is, illetve meg lehet hallgatni is csak simán audióként a Bring Me To Life című számot, és akkor alatt azt hiszem talán képgaléria van, vagy valami olyasmi. Aztán egy ugyanilyen az Evanescence Going Under című számához egy DVD single, egy lemez, és akkor rajta van a videoklip, meg egy instrumentális változat, ami alatt kiíródik a dalszöveg is, valamint a verkfilmje a számnak, a videoklipnek. Aztán Evanescence Anywhere But Home, ami egy koncert album, CD, illetve DVD. Ugye ugyanaz a koncert rajta van a CD-n is, meg a DVD-n is, illetve a CD-n van egy bónusz szám is, egy normál stúdió felvétel, egy vadonatúj dal. Aztán Evanescence, mégpedig a simán csak Evanescence-re elkeresztelt harmadik album, Digipack változat. Van benne egy booklet, illetve van benne egy CD, meg egy DVD. És akkor a CD-n ez egy ilyen extra változat bónusz számokkal, tehát azt hiszem, hogy 16 szám van rajta összesen, és akkor a DVD-m hát nem írja itt sehol sem, hogy pontosan mi van rajta, de azt hiszem, hogy talán a videoklipet lehet rajta megnézni, az egyik videoklipet, meg még talán interjúkat, meg ilyesmit. Úgyhogy az Evanescence-től az Evanescence című album, és akkor ezzel zárnám most a második epizódot, hamarosan érkezek a harmadik résszel, és akkor abban, hogy mutatok még további CD-ket, meg bakaliteket, meg ilyesmit. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon, minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban, ahogy azt a Facebook linket is, ahol fel van sorolva minden olyan CD, amit el szeretnék még adni a gyűjteményemből. Ha az érdekel titeket, akkor nézzétek meg. Aztán, hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy ha megírnátok a véleményeteket, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!